ki, legjobbik, és elérkeztünk egy újabb demo játékhoz, srácok, egy nagyon jó híre van, az a helyzet, hogy a Layers of Fear kiadója, az Aspyr, megkeresett ilyen olyan gameplay-eseket, akik kijátszották a Layers of Fear-t, köztük engem is, és egy ilyen külön demót adtak nekünk, srácok, én addig elkezdem az új játékot. 2084-ben járunk, what the fuck? Erre nem számítottam, és igazából ez a következő játéka a fejlesztő brigánnak. Ha elmondják, hogy mivé fog válni a világ, én nem hittem volna. The disease of transition. A digital plague that swept across the land. Killing thousands upon thousands of augmented souls. Volt egy betegség, ami így átalakít. Ilyen betegség, ilyen zombi félesség. The great decimation. The West killed the East. The East killed the West. A nyugat megölte a keletet, a kelet megölte a nyugatot. Nem volt győztes. Except for Kyra. Kivéve Kiront. The corporation seized power and forged the Fifth Polish Republic. Ötödik lengyel empire of blood. Köztársaság. There was no one left to oppose them. But still, we endured. And so it goes. The rich get richer. Gazdagabb lett. Rot away in their hovels, desperately looking for ways to escape. Hát a. I am what they fear. Az vagyok, amitől félnek. Observer vagyok, megfigyelő. Na, szóval igen, ez egy olyan demo. Zoom per analyze interact. Ultraviolet vision. Move, orrek, look, log, status. Oh, electromagnetic vision. What the fuck, man, what the fuck? Én ilyeneket nem tudok. Mindegy, a lényeg az, hogy nagyon kíváncsi vagyok, ugye ez lesz a következő játék a fejlesztőnknek és a Blooper Gamesnek. Ugye ez egy lengyel cég, ha jól emlékszem. És a Layers of Fear-t nagyon imádtam, hogyha most a bal felső sarokba jobb felső sarokba kattintotok, akkor meg tudjátok nézni a lejátszási listát. Oké, A-val nyomjuk, ez egy pár perces demo, elvég nem lesz valami hosszú. Y-t a display objective, oké, itt vannak a feladataim. Elsődleges feladat, a apartment 104-et kutassam. Nézzem át. Másodlagos feladat pedig interrogate. The neighbors, nem tudom, mit csinálják a szomszédokkal. Alright, so here we are. De... nem tudom, 2084-et írunk, ugye ezt már megbeszéltük, 102. Ugye nekünk a 104-es kell, ami gondolom itt lesz erre. Be tudunk menni a 102-be is, ugye? RT-vel tudok interaktálni. Kérlek, gyere az ajtóhoz, csak beszélni akarok. Kiron küldött? A KPD-vel vagyok. Nem is volt itt rendőr már rohadt régóta. Sok szerencsét. És nem enged be. Oké, szóval nem nézik jó szemmel akkor, hogyha ide jön egy... egy ilyen kívülálló, mint én. Oké, igazából sok minden nem tud csinálni. Elég fura ez a kinézet amúgy. Hát ilyen futurisztikus, de így le van rombolva az egész. Nem tudom, mit írt ki az előbb. LB to... mi? To activate. Bit. Aha. Biológikus... izék után tudok ezzel szkennelni. Például itt van vértócsa. Oké. Okay. RT-vel benyomjuk nagyon szépen. És akkor, ja, ezt az apartmant kell felfedeznünk most szépen okosba. Le tudom állítani, el tudom indítani, nagyon jó, nagyon jó, na. Az ott egy halott embernek tűnik nekem, na de be szeretnék menni. Hogy megyek be, várja? Most még nem tudok bemenni. Aha, el kellett így húzom, nagyon szép. Jézusom! Ez az úri ember. A második áldozat nagyon megsérült, de még lélegzik. Hát Pisti, nem jók a
kilátási viszonyait, hogy megmondja a Frankot, ne féljé, segíteni jöttem. Mi történt, vagy pedig kicsinálta ezt? Kicsinálta ezt? Attempt to interrogate the victim. Listen to me. Figyelj rám. On lockdown, there's no way I can help you now. But I can get whoever's responsible for this if you help me find him. Megtaláltam a felelőst, hogyha segítesz megtalálni, de eddig csak köhög, nem. Don't try to talk. There's another way. Próbálj meg nem beszélni, van másik út. What? RB to activate electromagnetic vision. Oké. Okay. Y-nak connect. I'll plug you in. Tehát most rácsatlakozok az elméjére. Anyám! Nem itt volt? What? Ezek most itt... Vaj, itt voltunk az előbb? Nem itt voltunk az előbb. Jó. Ja igen, itt a bejárat. 102. Melyek én szerintem ez az emléke a csávónak, aki most ott fekszik, és mi megpróbáljuk kideríteni, hogy ki csinálta azt a csávókával, nem? Legalábbis én ezt gondolom. Igen, itt egy kicsit eldűnek az emlékek. Igen, ez 104-es a... Jaja. Tehát nem biztos, hogy pontosan emlékszünk, hogy mi a helyzet. Ez gyerekek, ez kikészik. Aha, itt volt valami majom ember. Ugye ez egy ilyen pszichológiai horrorjáték lesz az demója. Érdekes videképpen most amúgy. Kinyitottam. Aha, most nyitottam ki, nagyon ügyes vagyok. Aha, itt egy konyha, szép. Itt egy madár. Neki repült valamiért az ablaknak. Ez hülye. Aha, nice, very, very well done. Így glitch van a Matrixban, úgy érzem, azt a rohadt életbe. Jézus, hát... Őszintén szólva, tök őszinte leszek, halvány lila fingon sincs, mi történik most. Eddig azt hittem, tudom ezzel, hogy tudom, most így rásatlakoztunk a csávor, és akkor most tudjuk, hogy mit látott ő ezelőtt, és akkor tudom, meg tudjuk nézni, hogy kitette ezt vele ő, de ez nem annak tűnik. Ez nekem kifejezetten nem annak tűnik. De van törve a csap. Szegény. Farkas ember, nem is tudom mi az. Érdekes. Oké, WC-be van valami? WC-be, nem tudom mik ezek. Jó, oké, let's go. Itt a nagyon jó kis ágyikóm. Ez egy börtöncella. Most vagy keresjük azt az emléket, ami nekünk kell, és így az emlékek között így ugrálunk, tehát lehet, hogy ez régen megtörtént a csávókával, csak... Ez biztos nem történt így meg, ahogy van. Ebben szinte biztos vagyok, srácok. Alright. Trutyiba lépkedünk, nagyon jó, de... Jó. Itt valaminek lennie kéne. Na ez már valami apartmanszerűségnek néz ki, hátam. Aha! What the fuck? Mi a szar az? Jézusom! Ez eddig nagyon ilyen mindfuck, ahogy fénykom sincs történik. Valaki nagyon lépked. Erős léptekkel.
Yes, ez kifejezetten elég nagy lábdobogás. És itt a trutyi, most visszafelé jövök? Lehet, de ott van egy ajtó, megnézzük, hogy nyílik-e. Mert hogyha nyílna, akkor át tudnak menni nagyon szépen okosan. Hűha srácok, nem, ez záró van. Jó, akkor nem erre van a way out. Szóval... Itt van egy ilyen panel. Ezt megnézem? Nem nézem meg. Akkor menjünk tovább erre, de hát előbb is itt voltunk, csak... Valami nem működött. Valami nem volt oké. Aha, I see. Okay, I'm very sorry. Itt valami felkapcsolt. Egy tévé. Aha. Itt egy kuke. Nagyon szép. Lekapcsolt a tévé. Miért kapcsolt a tévé? Ötletem sincs, mi történt, srácok. Ha valakinek van ötlete, hogy mi történik, azt kérem szépen írja le hozzászólásba most. Kicsit így teóriázzunk, hogy mit történne, mit gondolt a költő. But they really. Most van olyan összesem, hogy én össze-vissza megyek. Hogy kerültem ide vissza? Nem tudom. Aha, én körbe-körbe megyek, bekerültem egy ilyen. Miért mutatja, ezt a kukát mutatja, nem? De miért mutatja ezeket a kukákat? Ezek a ajtók pedig zárulnak, ezeket nem tudom kinyitni. És megint visszakerültem ide! Azt a rohadt életbe! Be vagyok zárva! De nem. De be vagyok, de nem. Visszafelé? Esetleg nem. Nem kéne visszafelé mennem, mert... Tök mindegy, merre megyek! Ide kerülök vissza. Azt a kurva, ez rohadja, ezt a Layers of Fear-ben is már nagyon szerette, amikor ezek voltak. Nagyon jól meg van csinálva, meg kell hagyni a szituációt. Nincs valami a kukába, ami kellhet, azt már azt mutatja az a rohadt tévé. De most nincs ott a kuka. Most nincs ott a kuka, most valami ízét mutat, van. Valami kis széket kell keresni, nem ez az. Nem ez az. Vagy ez az, de ez az, nem? Ezt az ajtót mutatja. Most mit mutat? Most... egy lámpa, azt a lámpát mutatja. Ezt az ajtót, gondolom. Most megint a kukákat mutatja. És akkor arra kéne mennem, amelyik ajtót mutatja? Most megint a izét mutatja... Megint ezt mutatja. Látjátok, miről beszélek? Oké, és most mit mutat? Most megint azt a lámpát. De akkor átment, aha, ezt mutatja. Szavadtok. Na. Szélcsatornak készülék! Aha, itt egy kanál. És lánc. Wa? Ide vagyok kötözve. Nice, very nice, very VP. Dőljál, majd ember. Mi szikrázik? Ne szikrázza. Ellökjük az asztalt, azaz. Ej, kirobban! Ajja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 j
teljesen egy fekete lyukba, vagy nem tudom. Úúúú, gyerekek! Ez az ötödik dimenzió. És ez meg már a trailer. Alright, so. Amire rájöttünk, srácok, hogy ez legalább olyan jó miért fizikait akarok mondani? Pszichológiai horror lesz, mint a Layers of Fear. Rohadtul várom, srácok, rohadtul várom. Mindenképpen dobjatok egy lájkot, meg egy hozzászólást, hogyha szeretnétek erről a játékról végigjátszást. Ugye nem sokára megjelenik majd az Outlast 2, talán ősszel. És azt biztos ki fogjuk nyomni, és akkor szerintem utána fog valamikor, vagy lehet, hogy már előtte megjelenni ez az Observer. Mindenképp ki fogjuk tolni, srácok, hogyha ti is szeretnétek videóban. És akkor...
Király lesz! Olyan szépen köszönöm az Aspire-nek, meg a Blooper-nek, hogy kipróbáltam ezt a demo, so thank you very much Aspire and the Blooper team, it was a pleasure. És akkor köszönöm nektek meg a figyelmet, találkozunk legközelebb, és én Lucky voltam, puszi a pocitokra, sziasztok!